írunk, keresztény írunk, Mácz István így fogalmaz egyik könyvében. Minden ünnep az egyházi év piros betűs napjain túl is életünk egy-egy állomását is jelenti. Állomás, ahol megállhatunk, ahol várakoznunk kell. Várunk arra, hogy valamerre elinduljunk, ahogyan egy utazáskor is. Várunk egy találkozásra ezáltal. Ez a találkozás lehet akár a mögöttünk lévő bőti időszak, lehet bármelyik ünnep napunk egy-egy állomássá a mi életünkben is. A mai nappal pedig elérkeztünk nagypéntekhez. Ezt a napot nagyon sokan szinte az év leggyászosabb napjaként tartják számon. És igen, van benne igazság, hiszen mélységes kínokat és szenvedést élt át értünk Krisztus. És igen, van az életünknek egy nagy pénteki állomása is, amikor, ha csak egy kicsit is, ha csak részlegesen is, átérezhetjük Jézussal együtt a szenvedést, és mindannyian a személyes életünkből hozzá tehetjük azokat a nehéz napokat, amikor nekünk is mélységeket kellett átélnünk. De valóban kevéske szenvedés az, amit mi átélhetünk a Krisztus szenvedéséhez képest. És ezt a nagypénteki áldást, úgymond, akkor élhetjük meg igazán, kedves testvérek, hogyha mi is valóban részeseivé válunk valamilyen módon. Mit is jelent ez? Részeseivé válni valaminek, ott lenni. Nyilván nem testiekben, hanem mi ma élő keresztények lelkiekben járhatjuk végig Krisztusnak azt az útját, amely a kereszt felé vezetett, és onnan tovább is. Egyfajta belső átélés ez, ami számunkra, amikor gondolatban, hitben, bizonyosságban, érzésekben, és az egész lényünk által, ami lelkünk által, ott lehetünk mi magunk is a Golgotán, Krisztus keresztje előtt. És leborulhatunk, térdre eshetünk. Ez a nagypénteki állomás azonban nem a végállomás,